spot where we left off last week. Hogyha van Bibliád, akkor már elő is veheted és esetleg oda lapozgathatsz. So if you have your Bible with you, then please turn to the Gospel of Matthew. A hetedik részben fogjuk folytatni, a hetedik rész elejét fogjuk megnézni együtt. We will continue in chapter 7. We'll be looking at the first part of this chapter. Ez a rész itt a hegyi Bibliaórának, a hegyi beszédnek az egyik része. And this passage is part of the Sermon on the Mount. És Jézus alapelveket tanít nekünk arról, hogy hogyan járjunk, amíg itt vagyunk a Földön. Where Jesus is giving us some basic principles about how we should walk here on earth. És hogyan éljük ezt az új életet, amit tőle kaptunk. And principles on how to live this new life that we have received from him. Szóval ez egy fontos tanítás nekünk, akiknek új életük van. So this is a very important teaching for us who have been given a new life. A múlt héten megtanultuk azt, hogy a mennybe kell kincseket gyűjtenünk. Last week we learned about how we need to store up treasures in heaven. És ahhoz, hogy mi a mennyben kincseket gyűjtsünk, úgy néz ki, hogy a földi kincseinket adnunk kell másoknak. And well, it seems that in order for us to be able to store up treasures in heaven, we need to give of our earthly treasures. Úgy tudunk a mennyben kincseket gyűjteni, ha egy adakozó hozzáállásunk van az élet minden területén. We can store up treasures in heaven if we have the mindset of giving in every area of our earthly lives. És Jézus is egy ilyen életet élt. And that's the life Jesus lived as well. Kereste azokat az alkalmakat, amikor szolgálhat, amikor adhat. He looked for every opportunity to serve and to give. És ő a mi példánk igazán. So really he's our example. Az ilyen embernek azt olvastuk, hogy nem kell aggodalmaskodnia. And these kinds of people, as we read last week, do not have to worry. Annak, aki Isten országát keresi. The person who seeks the kingdom of God. Aki azt akarja tenni, amit Isten. The person who longs to do what God wants them to do. Annak ott van az az ígéret, hogy ne aggodalmaskodjon. Now for those people there's a promise that they do not have to worry. Hanem keresse tovább az Isten országára tartozó dolgokat. But instead they should seek, continue seeking the things of the kingdom of God. És minden egyéb megadatik neki. And everything else will be added unto them. Mert jól tudja Isten, hogy szükségünk van dolgokra, és ő gondoskodni akar. Because God knows all too well that we need certain things, and he does want to take care of us. Ma, hogy tovább megyünk ebben a példabeszédben, and today as we continue reading this proverb, a helyes megítélésről fogunk beszélni. In this parable rather, we are going to talk about how to judge things correctly. És már itt az elején szeretném ezt tisztába tenni, mert a szó elég furi. And at the very beginning, we should clarify something because the word in itself is quite strange. Fogunk arról beszélni, hogy lehet valakit elítélni. Because on the one hand, we will talk about how it's possible to pass judgment on others. Nagyon rosszul. And that's very bad. Ezt én úgy nevezem, mint amikor valakit megítélünk, megvizsgálunk és kárhoztatjuk. Ez így együtt. My definition for this is that you form a judgment about someone and then you start condemning them. So these two things together. És a másik dolog, amit meg fogunk vizsgálni viszont, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy megítéljünk embereket, eldöntsük, hogy helyesek, hogy jó úton járnak-e. And on the other hand, we are going to talk about another phenomenon, which is the need for us to indeed form a certain judgment of other people in order to ascertain whether they are on the right track. A szó ugye mind a két esetben ugyanaz lesz. And even in English, we tend to use the same word for it, judging De someone. Szeretném, hogy jól értsétek. But I want us to understand the distinction between the two meanings of this word. Mert szükségünk van arra, hogy helyesen ítéljünk meg helyzeteket, embereket. Because indeed it is necessary for us to correctly judge people or situations. És nem csak azért, hogy megvédjük magunkat, and not just so that we can protect ourselves, hanem azért is, hogy építsünk másokat. But also in order to build up others. Nem helyes hozzáállása az, amikor Isten embere szemet huny minden fölött, ami körülötte van. So it's not the right approach if a person of God is simply unwilling to see the things that are surrounding them. És azt mondja, hogy
hogy ítélhetném én őt meg, hiszen én is bűnös vagyok. And you can't just say, well, I cannot form any sort of judgment on that person because I'm sinful myself. Ki vagyok én, hogy mondjak bármit is arra a másik emberre? Who am I to say anything about that person? De látni fogjuk, hogy ha te nem teszed ezt, akkor nem szereted azt a másikat. But shortly we will see that if you do not do this, then you do not love that person really. Ezt Phil szokta mondani, ugye ez olyan, mint amikor valakit kiengedsz az utcára úgy, hogy csokis a szája. You know, Phil tends to use this example that it's the same way when you allow your friend to go out into the streets with still some chocolate, you know, on their mouth. Ha te nem rakod helyre, akkor nincs szereteted feléje. De erről majd bővebben később. If you don't correct that person, then you do not really love them. But we'll talk about that later. De aztán ott van a másik oldala, amikor áttesnek emberek teljesen a másik oldalra. But of course it's possible to fall into the other extreme completely. Egy brutális kritikus hozzáállás. When you become very critical, very brutally critical of that person. Amikor mindenbe csak a szálkát keresed, mi úgy hívjuk, hogy szőrszál hasogató, igaz? And in a way we could say that you're always looking for the shortcomings of others. It's nitpicking really. De az sem szeretet. And that's not a form of love either. Imádkozzunk. So let's pray. Atyám, arra kérünk, hogy taníts minket helyesen ítélni. Lord, we pray that you would teach us how to correctly judge others. És azért imádkozunk, hogy szólj hozzánk ma reggel. We pray that you would speak to us today. Atyám, változtass minket. Change us. Mi vágyunk rá, hogy téged mutassunk a világnak. We long to reveal you to the world. És jól akarunk képviselni téged. And we want to represent you the right way. Uram, segíts, hogy odaadjuk magunkat az igédnek teljesen. Help us, Lord, to give ourselves over to your word completely. Jézus nevében. In Christ's name. Amen. Amen. Máté evangélium a 7. rész és az első 5 verset olvasom. So Gospel of Matthew, chapter 7, let's read verses 1-5. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Do not judge, or you too will be judged. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? És az 5. verset nem fogjuk végigolvasni még. And we will not read verse 5 in its entirety. De azt mondja, képmutató, vest ki előbb a gerendát a te szemedből. But the first part says, you hypocrite, first take the plank out of your own eye. És hagy foglalkozzam először ezzel. So let's dwell on this for a second. Ez az ige rész sok emberben, tehát sok embernek nem érthető elsőre. Many people find this passage hard to understand at first. Mert úgy tűnik, mintha Jézus megtiltana valamit, utána meg bátorít rá, hogy tegyed. Because it seems as if first Jesus prohibits us to do something, and then kind of encourages us to do that. Azt olvasod az elején, hogy ne ítéljetek. So in the beginning we read about not to, you know, how we're not supposed to judge others. A végén pedig azt olvasod, hogy ne szórjátok a drága dolgaitokat a disznók elé. And then later on he says that do not throw your pearls to pigs. Akkor most mi van? So what now? Akkor mégiscsak meg kell ítélnünk, hogy ki elé szórjuk a drága dolgainkat. Indeed, then need to discern who is it that we can quote unquote throw our pearls in front of, right? És Jézus tulajdonképpen ebben a részben azt tanítja nekünk. And in this passage, Jesus is teaching us something. Hogy nem szabad elítélnünk másokat. He tells us not to pass judgment on others. De meg kell különböztetnünk az embereknek a cselekedeteit, az indulatait, és úgy kell lépnünk feléjük. Yet at the same time we need to have discernment concerning the heart and the behavior of the people, and then we need to act accordingly. Hogy jobban értsük, ne felejtsétek el, hogy itt Jézus ezekben a részekben végig a farizeusokat
célozza. And just so that we can understand it better in terms of the context, we should not forget that in these verses, Jesus is directing these verses towards the Pharisees. Miért mondom ezt? Mert végig a képmutatás ellen beszél. Now why am I saying this? Well, it's because all these verses are about hypocrisy. Mintha azt mondaná, hogy ez a lelki vezetés nem jól vezet, tehát ne úgy cselekedjetek, mint ők. And it's as if Christ was saying, you have these spiritual leaders, but it's not the right way, the way they lead. So do not become leaders similar to them. Ugye beszél az adakozásról, hogy hogyan adakozzanak. And then he also talks about giving, how that should take place. Az imáról, hogy hogyan imádkozzanak. He also talks about prayer, how they should be praying. Hol gyűjtsenek kincseket. And also where they should be storing up treasures. Ne úgy csinálják, mint a képmutatók és a farizeusok. So Jesus points out the fact that they should not be doing all these things as hypocrites or as the Pharisees. És itt az utolsó farizeusi életvitel elleni példája. And here Jesus is making the final case against the Pharisaic lifestyle. Mintha Jézus azt mondaná, hogy ti akarjátok megjobbítani ezeknek az embereknek az életét. As if Jesus was saying, you want to make the lives of these people better. Ti akarjátok megjavítani a látásukat. You are the ones who want to correct their vision. Ugye nézitek a szálkát, ki akarjátok venni a szálkát. You can see the speck in their eyes, you want to take that out. Miközben a ti szemetekben egy gerenda van. While you have a plank stuck in your own eye. És én mindig ilyen képekbe gondolkozom. And I usually think in terms of images in my head. Megnéztem az eredetiben, a gerenda az ott egy gerenda. And I checked out the original text, and indeed when it talks about a plank, it means a plank. Csak meg gondolkoztam, hogy egy lapátnyi, tudod, ami még így be is férne. Because, you know, I was thinking about maybe the end of a shovel, or, you know. De nem, az ott a gerendáról van szó. Probably you could shove that into your eyes. Na most, hogyha better. Elképzelem, hogy But egy no, gerendát... But no, it talks about a plank, really. Elképzelem, hogy egy gerendát próbálok valakinek beleépíteni a szemébe. So just think about this image. You have a plank and you're trying to somehow shove it into a person's eye. Az biztos, hogy megvakul. They're gonna go blind for sure. A 100%. 100%. Tehát ez nem csak egy kis látáskárosodás lesz. So that doesn't mean minor visual impairment. Tehát Jézus azt mondja, hogy ti akarjátok megjavítani, ti, akik totálisan vakok vagytok. So Jesus says here, you guys want to correct other people's vision, you who yourselves are completely blind. És azt mondja, először lássatok, és akkor utána menjetek és javítsátok ki so ezeket a hibákat. You need to see, and then you can go and correct the mistakes of others. Szóval így tanítja a farizeusokat, és hiszem, hogy minket is. So that's how Jesus is teaching the Pharisees, and I do believe this is also for us a message. Mert szerintem fontos meglátnunk, hogy nem rossz dolog megítélni valakit, vagy így eldönteni róla, hogy helyes úton jár. Because we need to understand that it's not wrong to judge someone else in terms of ascertaining whether they are on the right track. És Jézus azt mondja, de ahogy ítélsz, majd úgy fogsz ítéltetni. But Jesus also says, in the same way you judge others, you will be judged. És Jézus itt elsőként a rossz megítélésről fog beszélni. And first, Christ here is going to talk to us about the wrong kind of judgment. Ez egy folyton kritikus, nincs kegyelem, nincs irgalom hozzáállás. Which basically means this mindset of being critical all the time when you show absolutely no mercy and no grace towards others. Aki folyton csak a hibát nézi benned. When you always look at the shortcomings of others. Biztos, hogy találkoztam már ilyennel te is, nem? I'm sure you've met such a person before. Akivel így rossz lenni, mert állandóan csak azt kapott tőle, hogy mi nem jó benned. And it's bad to hang out with them because they keep telling you about your own mistakes. És olyan, amikor velük vagy, akkor olyan koszosnak érzed magad. And when you spend time with this person, you feel in a way dirty. Jézus azt mondja itt, hogyha te ilyen vagy, hogy folyton a szálkát nézed a másik szemében. So Jesus says that if this is you, when all you see is the speck of sawdust in that other person's eye. Akkor figyelj ide. Then listen to me. Mert akkor biztos, hogy ott van a gerenda a tiédbe. You can be sure that you have a plank stuck in your own eye. Nem lehet, hogy van egy gerenda.
It's not that maybe there's a plank there. Nem, a tiédbe ott van a gerenda. No, it's there for sure in your own eyes. Mert ha egy ilyen állandóan kritizáló, magát nagyobbra tartó, kegyelem nélküli ember vagy. Because if this is who you are, you're constantly critical of others, you think more highly of yourself than everyone else when you show no grace and no mercy towards others. Akkor biztos, hogy valami nincs rendben a szíveddel. Then for sure something's not right with your heart. 100%, hogy I'm 100% sure that that's the case. Tehát, hogyha te így ítélsz, így kárhoztatással. So if that's how you judge others, when your judgment is full of condemnation. Azt mondja nekünk ez az igerész, hogy az megítél téged, úgy fogsz ítéltetni. Then this passage tells us that that is going to bring judgment upon your own head in a way. That's how people are going to judge you in return. Talán nem az emberek, ahogy megítélnek téged, hanem hogy ez maga mutat rólad valamit. Tehát így ebből a... That if this is the mindset that you have, then this in itself reveals something very important about you. Hogyha így viselkedsz, az már megítélt téged, mondanám így egyszerűen. So if this is the behavior that you adopt, then you are already judged by your own behavior. Perhaps that's the most simple way of putting it. És az ítélet az az ilyenkor, hogy nem vagy jó helyen. And judgment in this particular case means that you are not in the right place. Tehát semmi esetre azt mondja itt a Biblia nekünk, hogy Isten nem szereti az önigazult embereket. Nem azt mondja a Biblia. Hogy biztos, hogy nem arról beszél. So what the Bible is not saying here is that it's not that God does not love people who are self-righteous. És hogy ők már elvágták magukat és kész. Így ítéltek, ezt kapják majd. And that they have cut themselves off from the grace of God forever. That's not what it says. Mert valljuk be, azért sok keresztény mászkál így, ilyen hibás szívvel. Because quite frankly, many of us Christians walk around in this world with this faulty notion in our hearts. De attól még meg vannak térve. And yet these people are saved. És hogyha Jézus most visszajönne, akkor ott lennének a mennybe. And if Christ came back right now, then they would also make it to heaven. A szívük nincs rendben. Yet their hearts are not in the right place. Jézus azokhoz az emberekhez szól, akik így mászkálnak körbe és ítélkeznek folyton. So Jesus here is talking to those people who have this kind of a mindset and they keep judging others this way. Akik olyanok, mint a tékozló fiúnak a testvére. Gondolkoztatok már ezen a figurán abba a történetben? And these people are very similar to the brother of the prodigal son. Have you ever given any thought to the brother? In this story. Ha emlékeztek rá, ez a fiú, ez kikérte a vagyomból a ráeső részt. Perhaps you remember that this prodigal son one day went up to his father and asked for his share of the inheritance. Elment, elbulizta. And then he went out into the world and he squandered it all. Amikor már a malacoknak az ételét ette, akkor úgy döntött, hogy visszamegy. And when he got to the point where he was eating pig wash with the pigs, he decided to go back. És az apja hogyan fogadta? And what was his welcome at home? Gyűrűt húzott az ujjára, és visszaállította a régi helyére őt, és nagy bulit csaptak. His father restored him to his rightful place in the family. He put a ring on his finger, and they threw a huge party. De ott volt a testvére is. But there was a brother there as well. Aki azt mondta, hogy lehet, hogy megbocsájtasz neki? Who said, how is it possible that you can forgive him? Én mindig itt vagyok. I mean, I'm here all the time. És nekem soha nem vágtad le azt a nagy állatot, és nem sütötted meg. Majdnem azt mondtam, hogy barmot. De... You know, slaughtered the fattened calf for me, and you never threw a huge party for me. Néhányan így mászkálnak körbe, sajnos. And sadly enough, many people walk the face of this earth Hogy lehet, hogy megbocsájtasz? Hogy lehet? When they keep saying, how is it that you forgive? Láttad, hogy mit csinált? Hogy képzelted? Don't you see what he or she did? I mean, how can you forgive? És teli vannak keserűséggel. And they are full of bitterness. Látod, megítélés, kárhoztatással. So, see, this is the case of judging a person full of condemnation. Az egyenlő az önigazultsággal. And that actually equals self-righteousness. Mert amikor valakit így ítélsz meg, akkor avval azt mondod, hogy te sokkal jobb vagy. Because if you make a judgment on that person this way, then you also communicate the fact that you consider yourself much better than them. Tehát az, hogy hogyan ítélünk meg valakit, az a szívünknek a mutatója.
See, so the way we judge others very much indicates something of the state of our own hearts. Római levél második részének az első öt versét olvassátok velem. Let's read the first five verses of Romans 2. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled, te, aki ítélsz. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same thing. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. Avagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? So when you, a mere man, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance? De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. Aztán a Római levél 14. része, 4. verse. Then let's look at Romans 14:4. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a másik szolgáját? Én annyira szeretem Pált. I love Paul, by the way, and here he says, "Who are you to judge someone else's servant?" Nem, ez ilyen, nekem így hangzik, ki vagy te, hogy ezt csinálod? You know, who are you to do this? Nagyon szívesen megkérdezném néhány embertől néha. And quite frankly, sometimes I'd love to put this question to some people. Tehát azt mondja, te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az úr által képes, hogy megálljon. Who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Hogyha te az életedbe, a gyülekezetedbe úgy mászkálsz körbe, hogy folyamatosan kárhoztatással ítélsz. So if that's how you exist in your life here on earth, if that's how you are present in the church, that you keep judging others with condemnation. Akkor azt látod itt, hogy rossz helyen gyűjtesz kincseket. Then what you can see from these passages is that you're not storing up the right kind of treasures. Sőt, haragot gyűjtesz magadnak. And actually you're storing up wrath for yourself. Sőt, vak vagy. Moreover, you are blind. Sőt, nem látod Isten országát. Moreover, you do not see the kingdom of God. De olyan jó, hogy Isten országában viszont. But it's so good to know that in the kingdom of God. Szokták mondani, hogy vak vagyok, de az gyógyítható, hála Istennek. You know, they say I'm blind, but thank God it can be healed. Isten országában gyógyítható a vakság. Because blindness can be healed in God's kingdom. Ugye Jézus ezt fizikailag is megmutatta, amikor itt volt. And Jesus did that, physically speaking as well, when he was here on earth. Ez az egyik bizonyítéka a Messiásnak, egy profécia róla, ugye? And then this is one of the proofs that he was the Messiah, because it was a prophecy that came true with this. Hogy a vakok látnak majd, ugye? The prophecy said, the blind shall see, right? Szóval Isten országában egy olyan fajta látáskárosodás is megjavítható, amit egy gerenda okozott. So in God's economy, even the kind of visual impairment that comes from a plank shoved into your eye, now that can also be healed. Jézus azt mondja, hogy semmi probléma avval, hogy meg akarod javítani a másikat. And Jesus basically says, you know, it's quite all right that you want to correct someone else. Semmi baj, hogy látod a hibát a másikban. It's quite all right that you can see others' mistakes. Nem gond, hogy meg akarod jobbítani. It's all right that you want them to become better. De úgy ne csináld, hogy közben egy gerenda áll ki a fejedből, hogy nem látsz. But don't go about doing this with a plank still stuck in your eye and you completely blind. Mert azt pusztítani fog, rombolni fog körülötted. Because that is only going to bring destruction all around you. Hanem azt mondja Jézus, hogy vedd ki először a gerendát a szemedből. And instead Jesus says, get that plank out of your eyes first. Ugye vakságot emberileg nem lehet gyógyítani. Now in human terms, it is not possible to
to heal blindness. A kemény, megtért szívet emberileg nem lehet meggyógyítani. And humanly it is impossible. Azt mondtam, hogy megtért. Megtört, igen. Nem megtért. Megtérnem. And it is humanly. Császár vagy. Humanly impossible. Ennyi. To heal a hardened heart, someone who is unwilling to repent. Ez csak Jézus tudja megtenni. And Jesus alone can do this. Senki más nem tudja megtenni. No one else can do this. De ő szeretné megtenni. But he wants to. Akkor hogyan veszem ki a gerendát a szememből, so ha benne van? How can I take the plank out of my own eyes? Egy megtérésre megszomorodott szívvel. Well, with a heart that is grieved to the point of repentance. Hogy bevallom, hogy bűnben vagyok, hogy nem jól csinálom. I admit that I am in sin. I admit my wrong ways. És kérem őt, hogy tisztítson meg, és adjon egy új szívet. And I ask God to cleanse me and to give me a new heart. Hogy nyissa meg a szemeimet, hogy lássak igazán. And I ask him to open my eyes so that I would truly see. Ez az út járható azoknak, akik vakok. Now that is the path that we can take if we are blind. És tudjátok, nagyon nehéz észrevenni, hogyha valaki ebbe az állapotba van. And you know it's hard to actually notice when someone is in this state. Mármint azok annak, aki éppen benne van ebbe az állapotban. I mean for those people who are in this state, it's hard for them to notice. Ez olyan, mint az alkoholizmus. It's like alcoholism. Szóval sok ilyet láttam közelről. I've seen a lot of these cases. Very close. Az alkoholisták nem gondolják, hogy ő velük valami baj lenne, hogy ők alkoholisták. Because those who have a drinking problem do not actually think that they have a drinking problem. That ők csak megisznak 5-6 sört minden nap. They just drink maybe 5-6 glasses of beer every day. És el kell jönni annak a pillanatnak, amikor beismerik, hogy ez baj, hogy nincs rendben. And then they need to get to the point where they are willing to admit that this is a problem, that this is not okay. És ez Isten kegyelme. And this is by God's grace. Azokon az embereken is, de amikor mi észreveszünk, hogy nem vagyunk jó helyen. And so when we notice that we are not at the right place, that's also the grace of God. Csak gondolkozz el azon, hogy látsz ilyen vak embereket a gyülekezetben. And just think about this for a moment. Do you see these types of blind people around you in the church? Akik kíméletlenek, irgalmatlanok, és mindig csak a szálkát nézik. Who never show mercy, who never show grace, who always see the speck in other people's eyes. Drágáim, akkor nekünk szeretnünk kell ezeket az embereket. Well, we need to love these people. Hogyan tudom szeretni ezeket az embereket? How can I love these people? Hogy imádkozom értük. By praying for them. Hogy Isten nyissa meg a szemeiket. So that God would open their eyes. Nem fogod tudni velük megértetni, hogy baj van. Because you will not be able to make them understand that there's something not right with them. De Isten meg tudja. But God can make them understand. Te nem fogod tudni meggyógyítani a vakságukat. You cannot heal their blindness. De Isten meg tudja gyógyítani. But God can. Látjátok, micsoda felelősségünk van így a gyülekezetbe egymás felé. So see, we've been given a great responsibility towards each other within the church. És Jézus, ahogy tovább megy, rátér arra, hogy ha nincs már a gerenda a szemedben, akkor menj és tedd meg, akkor javítsd meg a másikat. And then Jesus continues to talk about how, okay, once you have removed this plank out of your own eyes, once you can see, indeed go and correct that other person. Én nagyon szeretném, ha megértenék, hogy Jézusnak semmi baja avval, hogy látunk egy hibát és segítünk és megjobbítunk. I really want us to understand that for Christ, he thinks it's great that if we see a shortcoming, we go and we try to help that other person. Ha látod, hogy bűnbe van, hogy rossz irányba menne, hogy rossz úton jár, akkor menj, azért láttad meg, hogy segíts. If you have realized that they are in sin, that they are heading in the wrong direction, then indeed go up to them and help them. That's why your eyes have been opened to that problem. Hogyha helyes az ítéleted, de helyes a szíved, akkor menned kell. And if you have formed the right judgment about them, and if you're going to them with the right kind of heart, then yes,
do approach them. Mert ha nem mész, akkor nem szereted azt az embert. Because if you do not approach them, you do not love them. És én olyan sokszor látom ezt, hogy csak hagyjuk, elfordítjuk a fejünket. And I've seen that so many times that we just leave them in their state and we turn our heads. És be is tudjuk jól csomagolni ezt. And you know, we can wrap it all up nicely in our, you know, why we will not go up to them. Azért, hogy ilyen lelkinek tűnjön. So that our reasons would seem spiritual. Azt mondjuk, hogy kegyelem van. We say, oh, there's so much grace available. De nem helyes ez. But this is not the right thing to do. Olvassuk tovább 5. versnek a második fele és a 6. vers. Let's read on second part of verse 5 and verse 6 as well. Azt mondja, hogy ugye vedd ki a gerendát. So in the first part of verse 5 he talks about how we should take the plank out of our own eye. És tovább, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek se, gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nektek fordulva meg ne szaggassanak titeket. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and then turn and tear you to pieces. Tehát akkor látjuk azt, hogy szükség van. Van, amikor szükség van arra, hogy döntsünk, hogy megítéljünk dolgokat. So here we can see that sometimes it is indeed necessary for us to form a judgment of someone or a particular situation, and then to reach a decision about it. És a szó itt azt jelenti, a megítélni, hogy megkülönböztetni és ezért dönteni. And what he talks about here is discernment. So discerning things and then making a decision. De ne felejtsétek el, mielőtt tovább mennénk, hogy az, aki ítél, annak először a saját szívét kell a lámpa alá tennie. But once again, before we continue, please do not forget that if you want to judge someone else, then first you need to put your own heart under the magnifying glass. De hát akkor Jézus tovább viszi ezt. And then Jesus continues this thought. Figyeljetek, a Bibliában rengeteg hely van, ami arról beszél, hogy nekünk el kell dönteni, meg kell ítélni helyzeteket, embereket, és úgy lépni. And you know, there's lots of passages in the Bible that talks about how it is necessary for us to form a judgment of people, of situations, and then act accordingly. Azok számára, akik jegyzetelnek, de nem lesz ott kivetítve. Those of you who are taking notes, I'm going to give you a reference verse. We will not have it up there on the screen. Az első korintusi levélben, az 5. részben arról olvasol, ha vita van a testvérek között. In 1 Corinthians 5 you can read about how if there's a dispute between the brothers. Akkor meg kell ítélni és rendbe kell rakni. Then again, you need to judge that situation correctly and you need to make the necessary corrections. Máté 18-ban arról olvasol, hogy ha látod, hogy bűnbe van a testvéred. Then in Matthew 18 you can read about how when you see that your brother or sister in Christ is in sin. Akkor oda kell menni, meg kell ezt jól ítélni, és ha kell, akkor elővenni őt. Once again, you need to make the correct judgment of that situation, and you need to approach them, and perhaps confront them, if necessary. Aztán azt olvassuk a Timoteushoz írt első levél 3. részében, hogy meg kell ítélnünk, hogy kinek van jó tulajdonsága a vezetésre, tanításra. And then in 1 Timothy 3, we read about how we need to make a judgment of who are those people who have the gift of teaching and leadership. Aztán a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben, az 5. részben meg kell ítélnünk, hogy kik félénkek és kik gyengék. And then in 1 Thessalonians 5 talks about how we need to judge who are those that are timid and weak among us. De aztán azt is olvasod, hogy meg kell ítélni a gyülekezetnek, hogy a tanító igei-e. And then later we read about the necessity of judging if the teacher is truly saying things that are in harmony with the word. Tehát számos példa van még, amiben látni azt, hogy felelősséged van jól dönteni. So there's lots of different examples that show us that we have been given a responsibility to make the right calls. Sőt, bizonyos területeken parancsolatunk van, hogy döntsünk.
Moreover, in certain areas we are commanded to make a decision. Hogy különbséget tegyünk, hogy ez most jó vagy rossz, és lépjünk, ha kell. To discern between good and bad and act if necessary. Ebben rád van bízva a keresztény családod. And you are entrusted with your Christian family in this matter. Hogy nekem úgymond meg kell ítélnem mondjuk a feleségem dolgait, és ha kell, akkor segítenem kell neki. For example, I need to form a judgment of my wife's things, and if she needs help, I need to help her. Ugyanúgy őrá vagyok én bízva. And vice versa. Vagy a gyerekemet. Nekem meg kell ítélnem az ő útjait. Or I also need to make a judgment on my children's ways. És aztán, ha kell, akkor ki kell egyenesíteni. And I need to mend those ways if necessary. De ha kell, akkor csak bátorítanom kell. Or maybe I just need to encourage them. De látjátok, hogy felelősségünk van. But see how we've given a responsibility in this? Hogy döntsünk és lépjünk. Responsibility to make a decision and act upon it. Mert akkor szeretem őket, akkor megmutatom, hogy szeretem őket. Because that's my love in action towards them. De csak gondolkozz el ezen, hogy felelősségünk van egymás iránt itt a gyülekezetben is. But just think about this. We also have a responsibility towards each other in the church. Drágáim, én úgy gondolom, hogy abba kell hagynunk, hogy elfordítjuk a fejünket, amikor valami furcsát látunk. I think we need to stop turning the other way when we see something, well, quote unquote, strange happening. Mert akkor nem szeretjük egymást. Because if that's what we do, then we do not love each other. Imádkozni kell, és menni, és megjobbítani. We need to pray, and then we need to go and try to correct those ways. Ránk van bízva, egymásra vagyunk itt bízva, mint család. So we are one big family, and we have a responsibility towards each other. És Isten munkálkodik rajtunk keresztül egymás életébe. And God is working through us in our lives, in the life of the other person. Ne menj egy helytelen szívvel. But when you approach someone, be sure that you have the right heart. De ha egy helyes szívvel közelítesz, az építeni fogja a mennyasszonyt, építeni a gyülekezetet. Approach them with the right heart, that is going to build up the church, the bride of Christ, that is. Tudjátok, nekünk, pásztoroknak ránk van bízva Isten nyája, hogy vigyázzunk rá. And it's the same with us pastors. We have been entrusted with God's sheep. We're supposed to look out for them. És hogy amikor érzékelnek valami furcsát a kis érzékelőink, akkor lépjünk oda, akkor gyerünk. And when our sensors say that, you know, something's iffy, then we need to approach those people and we need to solve the problem. Mert ezzel védjük a nyájat és építjük a nyájat. Because through this we can protect the sheep and we can build up the sheep. Látod, legyen nyitva a szemed és lépj, ha kell. Nincs avval baj. So you need to have your eyes wide open and you need to act if necessary. That's completely fine. De kell a jó megítélés, így van? But it's important for us to judge things correctly, right? Jézus itt azt mondja, hogy figyelj oda, hogy kinek mit adsz. Jesus here also talks to us about how we need to be mindful of what we give to people. Milyen kincseket adsz a kezükbe, és kinek? What kind of treasures are we distributing among people? És mielőtt elkezdenél gondolkodni a hívőkről, itt Jézus egyértelműen a nem hívőkről beszél. And before you start thinking about believers, Christ here very directly is talking about non-believers. Ugye Mózes törvényében a kutya és a disznó azok tisztátalan állatok. Now, according to Mosaic law, dogs and pigs were unclean animals. Jézus egyszerűen azt mondja, hogy ne adjátok ezeknek az embereknek, akik nem hisznek Istenben, mert esetleg megtapossák és ellenetek fordulnak. So Jesus is quite simply saying, do not give these things to people who do not believe in God, because they will trample them underfoot and perhaps even turn against you. Miről beszélhet itt Jézus? What is Jesus talking about here? Arról, amikor próbálsz egy világi embernek Isten azokról a dolgokról beszélni, amit Isten benned végzett el. When it's the case when you're talking or trying to
tell an unbeliever about all the things that God has accomplished in your life. Próbálsz neki isteni igazságokat belenyomni az életébe, tudod, ha így csinálod, akkor ez lesz. And you try to give them some godly advice, you know, if you do this and this is what's going to happen. De csak hogy tisztább legyen a kép. But just to clarify things here. Első korintusi levélben in 1 Corinthians, második rész 14. verse ezt mondja. Chapter 2 verse 14 says, az érzéki, vagyis testi ember, aki még nem tért meg, pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. The man without the spirit, so those people who are not saved yet, does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. A példabeszédekben nagyon sok helyen beszél erről. In Proverbs, the word talks about this quite a bit. Hogyha bölcsességgel, azt mondja, hogyha bölcsességgel próbálod megetetni a bolondot, az nem fogja megelégíteni. For example, it says that if you want to feed the foolish with wisdom, they are never going to be satisfied. És tudjátok, ilyen a világ. And that's how the world is. Biztos találkoztam már vele, próbálod elmondani, és itt olyan, mintha nem érteni. I'm sure that it has happened to you before. You've met such a person, you try to make them understand, and they just do not understand what you're talking about. Mi az, hogy megérintett Isten? Valaki hozzád nyúlt, vagy mi volt? What do you mean by God touching you? Like someone actually touched you, or what's with that? De ez azért van, mert nem értik, nincs bennük Isten lelke. And they cannot understand what you're saying because they do not have the Spirit of God dwelling in them yet. Ezeknek az embereknek egyetlen egy mondani valód legyen. So you should have one thing to say to these people. Térj meg. And that is, get saved. Meg kell térned. You need to get saved. És van még egy csoport, akikre ez jellemző, és figyeljetek ide most. And there's another group of people who are characterized by this. Akik. Listen to what I want to say. Minden héten ott vannak a gyülekezetben. Those people who are at the church every single week. Ismerik a helyes szavakat. And they know the right phrases to use. A helyes cselekedeteket. They know, you know, what is it that they have to do in the church environment. Ja, most Illés fölemelte a kezét, akkor én is fölemelem. Oh, Illés just lifted up his hands on stage. Okay, now I'm going to lift up my hands too. Becsukom a szemem, és egy kicsit így hunyorítok. Okay, I'm going to close my eyes. I'm going to try to look spiritual. Nem mondom, hogy itt van ilyen ember. I'm not saying that there's such a person here among you. Ne, komolyan. Seriously. De vannak ilyen emberek. But these people do exist. Akiket úgy hívunk, hogy a vallásos emberek. And those are the religious people. Akik teszik ezeket a dolgokat, de soha az életben még a szívüket nem adták át Istennek. Who go through the motions, but they have never surrendered their lives and hearts to God. Ami érdekes, hogy amikor velük beszélsz, akkor is ez így előjön. And it's interesting when you start talking to these people, you get the same feeling. Hogy próbálod így átadni azt a dolgot, amit Isten neked adott, de mintha így, mint a halak. And you try to share about all the things that God was doing in your life and that you received from God, and just, you know, they look at you with a completely blank look. Volt már ilyen? Look. Hogy elkezdesz gondolkozni, hogy valami itt nem stimmel ebben a fickóban. When you get the feeling there's just something iffy about this guy. Figyeljetek, az egy jó érzés. And az, you know, egy megfelelő dolog, ha érzed. If you get that feeling, that's good. That's the way to feel. És fontos, hogy ne hagyd annyiban. And don't leave it at that. Mert ha ezt te látod valakibe, akkor az azt jelenti, hogy az a valaki rossz irányba megy. Because if you see this in someone else's life, then it means that that person is heading in the wrong direction. Hogy lehet, hogy a pokolba fog kikötni. And they might end up in hell. Mert teljesen egy hamis illúzióba ringatja magát. Because they are deceiving themselves completely. Nyugodtan megkérdezheted, lehet, hogy meg kell kérdezned, hogy figyelj, te meg vagy térve. So maybe you should ask them, or maybe you need to ask them, you know, are you saved? Szerintem nem kéne kényelmetlenül érezni magunkat, hogy valakitől ezt megkérdezzük, nem? I don't think we need to feel uncomfortable asking another person whether they are saved. Sőt, nem kéne kényelmetlenül érezned magad, ha megkérdezik tőled. And I don't think it should be embarrassing to us when someone else asks us about
Legfeljebb azt mondod, hogy igen, csak volt egy rossz hetem. I mean, maybe you can just say I am saved. I've just been having a really rough week. Szóval én is sokszor nézek ki olyannak, mint aki nem volt, nincs megtérve. I mean, that's often the way I look. You know, nobody would think that I'm saved. De attól még rendben vagyok. But that doesn't mean that I'm not at the right place. De figyeljetek, ez nagyon fontos. So this is very important. Mert lehet, hogy a gyülekezetünkben vannak olyan emberek, akik vallásosak, de nem ismerik Jézust. Because maybe there's religious people here in our church as well who do not yet know Christ personally. Fogjuk-e őket annyira szeretni, hogy megkérdezed, hogy testvér, úgy érzem, hogy valami nem stimmel, rendben vagy, ismered Jézust? So do we love them enough to approach them and ask them in humility, you know, brother or sister, I can feel that there's something going on with you. Do you personally know Christ? Hát ott ez az, amikor teljesen egy helyes szívvel, de eldöntöd valakiről, és lépsz. This is when you have the right mindset, and you make a decision to approach that person, and you act upon it. Jézusnak ebben semmi problémája nincs. And Jesus has absolutely no problem with this. Olvassuk tovább a Máté 7:7-8. Let's continue reading in Matthew 7, verses 7 and 8. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. Honnan fogom tudni, hogy kivel mit oszthatok meg? So how can I ascertain, you know, what I should be sharing with a particular person? Ha bárki is azt gondolja, hogy a hegyi beszédet meg lehet élni Isten nélkül, nagyon rossz irányba megy. If you think that you can do what the Sermon on the Mount tells you to do without the help of God, then you are misguided big time. Mert nem tudod a saját erődből ezeket megcsinálni. Because you cannot do this in your own strength. Nem fogod felismerni, nem fogod tudni. Because you will not be able to make the right judgment, you will not see certain things. Mert olyan dolgok ezek, hogy sokkal fölöttünk vannak. Because these things are way, way above us. Mert az ember az önmagában nagyon önző, hogy így adjon, hogy jól döntsön. Because basically we are very selfish. In our own strength we cannot give the way we should give based upon this teaching or to make the right decisions. És ehhez a természet feletti elhíváshoz természet feletti erő kell, meg bölcsesség. So this is a supernatural calling that we've been given, and for this we need supernatural strength and supernatural wisdom. Mire hív minket itt Jézus? What is it that Christ is calling us to do? Akkor keressünk. Well, in order to see that, we need to seek him. Akkor zörgessünk. We need to knock. És meg fog nyitatni nekünk. And the door will be opened. Kérjünk és kapunk. Ask and you shall receive. És tetszik nekem, hogy ez egy ilyen egyre erősödő dolog, amit itt Jézus mond. And I love the way this picks up in strength and in power what Jesus is talking about here. Mert én sokszor a kérésnél abba hagyom, tehát hogy így. Because often I ask and then that's it, I stop. De ez nekem úgy néz ki, hogy mintha kérnél valakit, hogy nyissa ki az ajtót. Kérlek, nyisd ki. You know, when you ask someone to open the door and you say, could you please open the door? Nem nyitja. Elkezdem keresni, hogy mehetnék be. And then they do not open the door before me, so I start looking for ways to enter still. És aztán nem tudok, és akkor már zörgetek. And I can't, so I keep knocking and knocking. Hogy engedjetek be. You know, let me in. Isten bátorít minket, és tudjuk azt, hogy ez itt egy folyamatos időben van, mind a három szó. God is encouraging us here, and we know that all three verbs are in continuous form. És itt a kijelentés arra, hogy a keresztény élethez szükséges erő meg bölcsesség megadatik. And there's also a statement that all the strength and wisdom that we need for our Christian lives will be given to us. Aki őszintén és kitartóan kér, az kap. So if you ask persistently with an open heart, you will receive. Ez egy imádkozó élet. And this is a life of prayer, basically. És ezt úgy hívják, hogy ima élet. It's a prayer life that you need to have. Nem csak ima óra. And it's not just a prayer meeting. Nem csak ima este. It's just the prayer night. Hanem egy élet, ami imádkozik. But a whole life
of prayer. Az Efézusi levélben az 5. részben ezt olvassuk. In Ephesians 5 we read. A 11. verstől. From verse 11. És hasonló a téma. The topic here is very similar to what we have been talking about. Azt mondja, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. Mindezek pedig megfeddetve a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. But everything exposed by the light becomes visible, for it is light that makes everything visible. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te neked a Krisztus. Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. This is what it is said. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Making the most of every opportunity because the days are evil. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Isten vágya, hogy mi értsük, hogy mi az akarata, és jó döntést hozzunk. So God desires for us to understand what His will is, so that we can make the right decision. Szeretné, hogy a helyes szívvel világosságra hozzunk dolgokat. He wants us to reveal things with the right heart. Azért, mert az a vágya, hogy egészséges legyen a mennyasszony. Because he wants his bride to be healthy. És látod, ehhez, hogy mi tudjuk Isten akaratát, ki kell szakítanunk időt, azt mondja az Efézusi levél. But you know, here in Ephesians we read about how we need to carve out some time for God in order to find out about his will. Én azt találtam, hogy egyszerűen, ha nem szakítok ki, akkor nem lesz. What I have come to realize is that if I do not consciously carve out some time for God, I will never have time. Tehát olyan nincs, hogy véletlenül sikerült imádkoznom egy órát. That has never happened Soha. To me before, that, you know, by pure accident I managed to pray for a whole hour. Ezért fizetni kell. No, you need to pay the price for Mit this. Mit fogsz fizetni érte? What price are you willing to pay? Lehet, hogy a barátok közt következő három részét. Maybe you need to sacrifice the next three episodes of your daily soap opera. Vagy az X-faktort, vagy a Voice-ot, vagy... Or you will not watch X-Factor or Voice. Mi az, amit neked fizetned kell, hogy megértsed Isten akaratát. What is the price that you are willing to pay in order to understand the will of God? De látjátok, hogy megéri ezért fizetni? But I hope you can see by now that it's well worth paying for it. Hogy szolgálhatunk egymás felé, hogy fölépíthetjük egymást. And it's because this allows us to minister towards each other, to build each other up. És Jézus megerősíti ezt a kijelentését, így olvassuk a 9. és 11. verset. And let's read from verse 9. A 7. részben a Mátéban. Aha, in Matthew 7, where Jesus reinforces this previous statement. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Or if he asks for a fish, will give him a snake? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Miért fog adni nekünk Isten? So why is he going to give us good things? Mert ő a te apukád. Because he's your father. És gondoskodni akar rólad. And he wants to take care of you. Ő vezetni akar téged. And he wants to lead you. És a Lukács evangéliumában ugyanezt a verset úgy találod, hogy nem azt mondja, hogy jókat, hanem szent lelket. And in the Gospel of Luke, this same verse is featured, but instead of saying how much more he will give good gifts to you, there in Luke it says how much more he will give the Holy Spirit to you. És hogyha megnézed majd otthon a János 14. részét, and if you check out John 14 as homework, most, not right now, but at home. Otthon. Akkor látod, hogy a Szentlélek az, aki elvezet minden igazságra.
that you can read about how the Holy Spirit leads you into all truth. Aki emlékeztet minket Jézus szavaira. And then who reminds all of us of God's Jesus's words. Aki békességet ad és aki bátorít minket. And he's the one who gives us peace and who encourages us. Szükséged van bölcsességre a jó megítéléshez? So do you need wisdom in order to judge situations or people correctly? Persze. Of course you do. De ne tedd fel a kezed, hogy nekem olyan út sincsen. But do not raise your hand saying, but I do not have wisdom. Never will have. Mert Isten a te apukád akarja neked ezt adni. Because God, your heavenly Father, wants to give this to you. És azt olvassuk a 12. versben. And in verse 12 we read. Azt mondja, amit akartok ezért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. És otthon majd nézzétek meg, hogy Jézus még ezt is kibővíti jobban, hogyha tovább olvasom. As homework read the rest of the chapter because Jesus there is going to go into more detail. Tehát mit tanultunk ma? So what is it that we have learned today? Hogyha akarok egy jó ítéletet hozni. Well, if I want to make the right judgment. Ha nem akarok ítélgetni állandóan embereket. And if you don't want to pass judgment on people all the time. Hanem szeretném, hogy épülnének. But instead I want them to be built up. Szeretném, hogy Krisztus teste megerősödjön. If I want the body of Christ to be strengthened. Szükségem van egy ima életre. Then I need to have a prayer life. És Isten ad nekem egy jó megítélést akkor. And then God will help me judge things correctly. És végül itt ad Jézus egy módszert. And Jesus also gives us the method of doing this. Ami szerintem borzasztó nehéz. I think it's terribly difficult. Nem, ez a tedd azt másokkal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. It's like, you know, do to others as you want them to do to you. Mintha Jézus azt mondaná, hogy figyelj, hagyd abba az ítélkezést, ne ítélgess állandóan. As if Jesus was telling us, stop judging people all the time. Stop. Hanem tudod, mit csinálj? Instead, you know what you could do? Kezd el azt tenni másokkal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Do to others as you want them to do to you. És szerintem az egy jó gondolat itt a végére. I think this is a fitting thought for the end of our study. És nem csak azért, mert az én bibliaórám, de... Not because I'm teaching the Bible study. But... De hogy mondjuk gondolkozz, hogy hogyan áldanád meg az embereket. Hogyan szeretnéd, hogy téged megáldjanak. But think about how you can bless others. How would you like others to bless you? Mert ez az ember, akinek egy ilyen indulata van, because if you have that passion within you, ő jól fog látni. Then you will see the right way. És ő kérni fog, és keresni, és zörgetni. And you will ask, and you will seek, and you will knock. És Isten gondoskodni fog. And God will take care of you. Én arra kérlek benneteket, hogy ezen a héten gondolkodjatok ezen az ige részen. So let me ask you to meditate upon this passage this coming week. Olyan sokat tudunk szolgálni egymásnak. Because there is so much that we can give in terms of service to one another. Hogyha abba hagyjuk a helytelen ítélgetést. If we stop judging each other incorrectly. És helyesen ítéljük meg egymást. And start to judge each other correctly. Imádkozzunk. Let's pray. Atyám, köszönjük neked ezt az igerészt. Well, thank you for this passage. És arra kérünk, Istenem, hogy segíts nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk az igédnek. And I pray that you would help us, that we would not just be hearers, but also doers of your word. Imádkozunk, hogy segíts minket, hogy helyesen lássunk. Help us to see things the right way. És add, hogy ez a gyülekezet itt Budapest szívében növekedjen. And may this church grow here, right in the heart of Budapest. És adj bölcsességet a pásztoroknak, a vezetőknek, Uram. And give wisdom to the pastors, to the leaders. De adj bölcsességet mindenkinek, aki itt van, hogy jól ítéljünk meg. And give wisdom to all of us present here today, so that we could judge things correctly. És végül, Uram, áld meg Phil-t és az egész csapatot, hogy jönnek haza. And finally, Lord, we pray that you would bless Phil and the whole team as they are making their way home. Köszönjük neked őket. Thank you for them. Jézus nevében. In Christ's name. És Isten minden ember and azt mondja, hogy saying, Amen. Az Úr áldjon benneteket. God bless you.
Hogyha szükségetek lenne arra, hogy imádkozzunk, akkor itt leszünk néhányan elől. If you need prayer, some of us will be up here. És hogyha szeretnél adakozni, akkor megtalálod ott az adakozó doboz. And if you want to give, the tithe boxes are on our right at the exit. Legyen egy nagyon szép hetetek. Have a wonderful week. Sziasztok. Bye.